Hello mindenkinek és üdvőre a csatornán, Mizu Mizu. Na hát a mai videó egy kicsit vittesebb fajta videó lesz, és igazából annyiról fog szólni, hogy meg fogom nektek mutatni, hogy milyen üzeneteket kapok nap mint nap srácoktól Tinderen, hogyan próbálnak csajozni a fiúk, és igazából arról, hogy hogyan viszonyulnak ahhoz, hogyha egy lány azt mondja nekik Tinderen, hogy transznemű. És igazából nagyon sok tévhit van ezzel kapcsolatban, ugyebár az interneten hallottam már ezt-azt, és a legtöbb, amit hallok erről a témáról, az igazából az, hogy minden pasit megkapnak a transzneműek. Elmondom nektek, hogy ennek kb. A 80%-a nem igaz, mert az igaz, hogy sok fiú szeretnék kipróbálni, hogy milyen egy transzal, és ja, de viszont kapcsolatra egyáltalán nem hiszem, hogy olyan sokan lennének vevők, mint amennyire azt mondják. Főleg nem Magyarországon, és Magyarországon ugye elég kevés ember van, aki fölvállalja ezt, főleg azt, hogyha együtt van egy transzneművel, és igazából ez nem is baj, mert mindenkinek a saját dolga, de így én azt mondom, hogy a transzneműeknek szerintem elég kevés esélye van arra, hogy valaha boldog párkapcsolatban legyen, mert ugye mi eleve egy nagy hátránnyal indulunk az életben, és ezt egész életünkben magunkkal kell hordozni, mindig mindenkinek el kell mondani, magyarázkodni, és stb. Ugyebár. És nehogy azt higgyétek, hogy a transznőknek olyan könnyű palit találni, vagy éppen nem palit, csak szükségleteket értitek, mert például nálam egyáltalán nem így van, én például nagyon válogatós vagyok, és igazából nekem ilyen kettős érzelmeim vannak általában, mert igazából szeretném azt is, hogy felvállaljon az illető, és viszont azt is szeretném, hogy ne fogadja el azt, hogy transznemű vagyok, mert ezt most nem sértésből mondom a transzneműekre, hanem én személy szerint nem szeretek transz lenni, nem is szeretnék transznemű lenni, de szerintem ez minden transzneműnél így is van, és igazából, hogyha nekem lesz párkapcsolatom, akkor én olyan párkapcsolatot szeretnék, ami egy heteroszexuális férfival van, vagyis hát ugye heteroszexuális férfivel szeretnék majd együtt lenni, de azt meg csak úgy lehet kivitelezni, szerintem legalábbis, hogyha már megvan a nagy műtétem. És nem tudom, ez egy fura dolog, nagyon össze van téve ez az egész. Erről nagyon sokat tudnék mesélni, de ez most nem az az alkalom, úgyhogy ez egy vicces videó. Úgyhogy kezdjük is el a poénkodást, mert ez most nem ide tartozik, majd szerintem csinálok erről is egy külön videót. Szerintem elég hamarosan, mivel jövő hétfőn kezdem a hormonkezelést, és igazából a hormonkezeléssel teljesen meg fog változni az életem, a hozzáállásom, a gondolkodásmódom, a külsőm is egy picit, a hangom is, és hát az első pár hónap nagyon nehéz lesz, sokkal érzékenyebb leszek, mint eddig, és nagyon nagy hangulat ingadozásaim lesznek, úgyhogy ezzel majd számolni kell, de azért igyekszem normálisnak maradni, úgyhogy hát igazából el is kezdem a videót most már, mert nincsen sok időm, úgyhogy hajrá! Na hát összeválogattam egy pár üzenetet, lesznek benne viccesek, lesznek benne komolyak, és azt még előtte, az üzenetek előtt elmondanám, hogy volt egy csomó olyan ember, aki szívesen ismerkedett volna velem annak ellenére, hogy transznemű vagyok, tehát úgy, hogy, hogy komoly szinten. Viszont én nem szeretnék most egyelőre komolyat. Volt a többség, azok az emberek voltak, akik azt mondták, hogy nem. Volt egy kevés, nagyon minimális ember, aki felismert, és felismerte azt, hogy transz vagyok. És igazából a legtöbb az volt, aki nem ismert föl, és nem is tudta, hogy transznemű vagyok, és amikor elmondtam neki, hogy transznemű vagyok, akkor azt mondta, hogy bocsi, nem. És volt, aki bunkó is volt, ebből volt a legkevesebb, kb. Egy-két ember, aki bunkó volt emiatt, de ezzel nem is fogunk foglalkozni. És volt, ami a másik nagy többség, ami nagyon kiábrándító számomra, a másik nagy többség az pedig az volt, hogy elmondtam nekik, hogy transznemű vagyok, és azt mondták, hogy jó, őket ez nem zavarja, viszont ők nem akarnak akkor semmi esetben sem komolyat, csak hát tudjátok, kavarni. És éppen ezért is gondolom azt, hogy ez a tévhit, amit mondtam az elején, hogy a transzneműek bármilyen férfit megkaphatnak, ez nem így van, hanem inkább a férfiak, akik ugye nyitottabbak a dolgokra, azok úgy érzik, hogy a transznemű emberek egyfajta fétis, és akkor bármikor ki lehet próbálni őket. Lehet, hogy valakinek ez így is van, de például nálam ez egyáltalán nem így van, és nem szeretem, hogyha úgy titulálnak be, mint valami szórakozást, vagy egy nem is tudom, mint egy
egy újabb tapasztalatot. És már megint belementem a komoly témákba, úgyhogy most abba hagyom, és fel is olvasom nektek az üzeneteket. Laci azt írta nekünk, hogy szia, szép szád van, mesélj Micsi. Tudom, mit akarok, egy olyan hölgy társaságát, akivel tök jó mélyen beszélgetni is. Szóval tök jó mélyen beszélgetni is. Nagy a nagyhoz, gyere. Girl. We're not playing, okay? Nem tudtam hova tenni így nagyon ezt az üzenetet, úgyhogy nem is válaszoltam rá. A következő üzenet így hangzik. Mário azt írta nekünk, szió, honnan írsz? Nem voltam fönt az alkalmazáson, úgyhogy nem írtam neki vissza még. Úgyhogy úgy gondolta, hogy azt írta, le akarom törölni ezt. Amúgy jelenleg nem szeretnék, és nem ismerek túl komoly dolgokba belemenni. És arra gondoltam, hogy ha kijövünk, és szimpik leszünk, filmezzünk, sorozatozzunk, hűljünk, stb. Benne vagy? És ezzel igazából nincs is semmi gond, mert amúgy visszaírtam volna neki, hogy ha gondolod, akkor rendben legyen, benne vagyok. Még erre se válaszoltam, mert nem voltam fönt. És erre azt írta, hogy minek jöttél ide, ha beszélgetésre alkalmatlan vagy? Látom, hogy feljössz, és direkt nem írsz, te szerencsétlen. Valami baj van a fejébe az ilyen fiúknak, és eleve nem is értem meg az ilyen embereket, tehát nincsen annyi szégyenérzet, hogyha valakitől nem kapsz választ, akkor arra nem írsz rá, újra és újra, aztán elkezded szidni azért, mert nem válaszolt, vagy lehet, hogy valami dolga van. Főleg egy ilyen alkalmazásnál, amikor mondjuk, amúgy bocsi, hogy folyton a hajamat piszkálom, csak most még nagyon új ez a szín, és hát majd be kell festenem újra, mert kicsit foltos lett, mert ez igazából ez csak egy színező hajpakolás. Szóval az ilyen embereket nem tudom megérteni, akiknek nem érsz vissza, és újra zaklatnak, szerintem minden lánynak van egy minimum egy ilyen a valamelyik alkalmazáson. A következő úr, aki írt nekünk, úgy hívják, hogy a Norbert. Nagyon örülök, hogy meccseltünk, követem a munkásságodat YouTube-on, és már ott kinéztelek magamnak. Én elég határozottan tudom, hogy mit szeretnék. Ja, aztán ugye elfelejtettem mondani, hogy a profilomban, a bemutatkozó szövegemben az van kint, hogy tudd, mit akarsz, és ne legyél életlen, léci. És egy csomóan küldtétek ugye a Tinder profilokat, hogy megint lopják a képeimet, meg ilyesmi, és igaz, igazatok volt, de viszont volt egy profil, amit tényleg én használtam, és pont azért, mert egy ilyen videót akartam csinálni, és szerintem lesz belőle még egy rész, mert ahonnan ezek az üzenetek jöttek, ott még van bőven. Most is összegyűjtöttem egy csomó üzenetet, és amiket összegyűjtöttem, azokból is kiválogattam a legjobbakat, és még maradt 16 üzenet, ami fullos, úgyhogy ha szeretnétek második részt, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben. Én szerintem simán benne lennék, mert ez nagyon tetszik ez a videó. Oké, a következő, ez egy kicsit fura lesz, mert állítólag mi már találkoztunk is, és hát neki vissza is írtam. Szóval, a neve Omar, gondolom nem teljesen magyar, vagy csak fölvette ezt a nevet. Tavaly szigeten folyton néztük egymást. Na hát azt tudni kell, hogy tavaly szigeten nem egyedül voltam, és nem is voltam szingli, szóval nem hiszem, hogy mi nézegettük egymást, és én egyáltalán nem emlékszem erre a srácra, és írtam neki, hogy velem, és erre írta, hogy ha nem fake Tinder, akkor igen. És mondtam, hogy egy napot voltam tavaly, és nem fake Tinder, tuti, én voltam. És írta, hogy aha, nem nehéz felismerni, és igazából azt már nem vágtam be azt az üzenetet, de ezután azt írta, hogy ugye megkérdeztem, hogy milyen volt a hajam szigeten, hogy biztosan megyek, és azt mondta, hogy fonott, tehát biztos nem én voltam. De lehet, hogy azért hitte azt, hogy én vagyok, mert ugye nekem nagyon sokszor volt fonott hajam, és amikor elkezdtem ismertebb lenni, akkor általában mindig fonott hajam volt. A következő üzenet így hangzik. Szia, esetleg érdekel modell munka, ami neked tökéletes lenne? Hát igazából nem tudom, hogy ez most egy társkereső alkalmazás, vagy valami munkaközvetítő, de igazából nem nagyon érdekel engem modellmunka, főleg nem olyan, ami nekem, kifejezetten nekem tökéletes lenne. Szóval a válaszom nemleges volt, és utána elkezdett erőszakoskodni, hogy de miért nem érdekel, úgyhogy kénytelen voltam szétválni tőle. Na mindegy. Amúgy sem volt helyes fiú, mert igazából nem azért vagyok fent a Tinderen, hogy ismerkedjek, hanem mindenkit egyből tetszikre megyek, hogy a vicces üzeneteket nehogy kiszűrjem. És hogyha esetleg van olyan fiú, akivel párba állok, és még jól is néz ki, és egy hullámhosszon vagyunk, akkor... Na, méne! A következő üzenet így hangzik, és igazából ő nem magyar, tehát most igazából... Na. Értek, szóval ő nem magyar. Azért, hogy yo, what's up girl, will you take long walks on the park?
szóval in the park, with me, with 1 meter distance, of course. Hát igazából magyarul annyit jelent, hogy Mizu van, és hogy elmegyek-e vele sétálni a parkba, de közben 1 méter távolság legyen köztünk, ami szerintem nagyon nagy poén, főleg ebben az időszakban. Tudom, hogy páron azt fogjátok mondani, hogy nem vicces, mert sok ember meghal, de ez csak egy ártalmatlan poén. És nekem nagyon tetszett, és azóta is beszélek ezzel a sráccal, tök jó fej. Ennyi. A következő Mátétól jött, és azt írta, hogy szia, tudsz ajánlani valami jó kaját, amit itthon könnyen meg tudok csinálni karantén idején? Hát írtam neki, hogy szia, nézd valami receptet a Tastyn, de nem is értettem amúgy, hogy miért receptet akart kérni tőlem, ráadásul pont Tinderen. Lehet, hogy ez valami ilyen sárgalapos csajozós duma. Gyengusz, egyáltalán nem tetszett. A következő, ő egy nagyon jó fejsrác volt, amúgy beszélgettünk egy darabig. Úgy hívják, hogy John Wall, és azt írta, hogy szia, örülök a kölcsönös jó ízlésnek, mondom, szia, én is, és erre írta, hogy megyek le a boltba, kérsz valamit, és ez is inkább ilyen karanténos poén, de ez is nekem tetszett, úgyhogy jót nevettem rajta, és utána beszélgettünk még, és full egy hullámhosszon voltunk, tök jó fej volt, úgyhogy ja. A következő Tamástól jött, és vele is hosszasan beszélgettem igazából, nem lett belőle semmi végül, csak beszélgettünk, úgyhogy ennyi. Annyit írt, hogy gratulálok a videóidhoz, 1-2-t láttam, és kifejezetten ügyes vagy, ennek is szólt a Super Like. Aztán végül kiderült, hogy nem ennek szólt konkrétan a Super Like, mert tetszettem is neki, csak valamiért abban hagyódott a beszélgetés, úgyhogy mindegy. A következő, igazából szerintem ő is külföldi volt, vagy félig külföldi, mert az volt a neve, hogy Muhari. Nem tudom, hogy ez milyen név, lehet, hogy vezetéknév. Nem mindegy. Ja, lehet, hogy vezetéknév. Buta vagyok. Na mindegy, azt írta, hogy hallod, Lili? Nálad szebb lányt 6 üres faluban sem találni. Hú, poén. És azt írtam neki, hogy ezt cuki melyik vicces oldalról loptad, mert hát igazából először tökre úgy voltam, mert hogy aztán rájöttem, hogy üres faluban. Ok, leoltott a pali. Na, a következő komment? Na? Mikben vagyok? Na, a következő üzenet, amit kaptam, az nem mástól van, mint Zsombesztól, és azt írta, hogy szia-szia, na akkor te tudod, mit akarsz? És szintén nem válaszoltam neki, mert nem voltam fönt, és ő is úgy döntött, hogy akkor még egyszer rám ír, és azt írta, hogy nem bárom amúgy, hogyha visszaírsz. És ezt azért raktam vissza, mert igazából írhattam volna azt is, hogy vagy valami, mint bárki más, csak viccesnek találtam. Most már annyira nem nevetek rajta, mert körülbelül már vagy 500-szor láttam ezt az üzenetet, ugye, mert már régóta le van mentve. És igazából tök vicces, hogy úgy írta, hogy nem bánom amúgy, hogyha visszaírsz, tehát ez a... Nem baj, hogyha visszaírsz amúgy. Na mindegy, biztos valakinek vicces volt. És az utolsó üzenet, amit azért raktam utoljára, mert ez tényleg nagyon kis kedves üzenet volt, és egyáltalán nem gondoltam, tehát a fiú egy 21 éves fiatal srác, ilyen tipikus kocsival pózolós, kigyúrt gyerek, és akkor először annyit írt, hogy bejövős ez a merci. Ugye van egy ilyen mercis képem, és arra írta, hogy bejövős ez a merci, én meg írtam neki, hogy csak a merci pizzás fiú, és azért írtam neki, hogy nyilván, hogy pizzás fiú, mert pizzázóba dolgozik, és valami olyasmi válaszra számítottam, hogy nem amúgy más is bejön, vagy valami ilyesmi dumára, és akkor azt írta nagy meglepetésemre, hogy egyelőre igen, csak tárgyakat ítélek külső alapján, téged jobban megismernélek, aztán tudnék döntést hozni. Amúgy nagyon cuki volt ez a fiú, esküszöm, nagyon-nagyon tetszett még az elején, aztán beszélgettünk, és elmondtam neki, hogy transznemű vagyok, aztán lekoptatott. És ez lenne a vége. Na hát igazából ennyi is lett volna ez a videó. Nekem nagyon tetszett, én imádtam, és hogyha szeretnétek második részt ebből, akkor mondom, csak írjátok meg kommentben, mert van még egy csomó ilyen üzenet, amit még itt meg tudnék nektek mutatni. És igazából nem is tudok már más mondani, remélem, hogy nagyon tetszett, hogyha nem követ még, akkor kövess be Instán, ide lerakom a sarokba, és hogyha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, hogyha nem, akkor meg nyomj egy dislike-ot, azt hello. És még azt is mondani akartam, hogy egy csomó ötletemhez ugye adtatok, mi? Egy csomó videómhoz adtatok ötletet, szóval ugyanúgy, mint eddig, szívesen várom üzenetbe, vagy mikor kiszoktam rakni, hogy videó ötletek, akkor oda is várom szívesen a
sok ötletet, amit írtok, hogy milyen videókat csináljak, mi érdekelne titeket a legjobban, és sokan kérdeztétek, hogy lesz-e Lunával-e majd videó, és igen, szeretnék majd vele videó, csak egyelőre még nem, mivel nem vagyunk még, és nem vagyok még annyira így otthon a gazdiskodásban, mert igazából cicám még nem volt huzamosabb ideig, és még én is tanulom, de hogyha már így teljesen berendezkedtünk, meg már minden a helyén van, akkor majd csinálok vele egy videót, és elmondom, hogy mik a tapasztalatok, milyen volt az eleje, és meg úgy mindent, tudjátok. És még azt akartam mondani, szintén videó ötlet, hogy hétfőn ugye kezdem a hormon kezelést, és majd arról is csinálok videót, megmutatom nektek, hogy mennyit változtam, a hangulatingadozásokat, és meg mindent, amit adni fog most nekem ez az egész korszak, és mindig be fogok jelentkezni, szerintem majd két hetente, hogy nem tudom, hogy mennyit változtam, aztán majd meglátjuk. Akkor most én el is köszönöm, hogy megnézted a videót, és találkozunk a következőben, puszá!